Egy kicsit beszélgessünk arról, hogy 48-49-es forradalom és szabadságot és a mostani létünk között mi a kapucs, mi az összekötő híd. A új haderő szervezés, hiszen azt látjuk, hogy borzasztóan fejlődik a Magyar Honvédség. Itt a Bálna Honvédelmi Központban 48-as elődeinkről emlékezünk meg. Vannak közöttünk hagyományőrzők, akik megelevenítik a korszakot, illetve olyan polgári ruhába, viseletbe öltözött hölgyek és urak, akik segítenek nekünk 48 március idősának a hangulatát itt megteremteni. Vannak történelmi előadásaink, illetve kézműves bemutatók, vásár, és egy forgatag várja itt a érdeklődőket. A tegnapi napon nyílt meg itt a Bálnában az úgynevezett tüzérterem, és a terem középpontjában a 48-as 6 fontos tüzér eszköz. Látható, hasonlót öntött Gábor Áron is a Székelyföldön, amikor szólította a haza. Életem először fogtam ilyen puskát a kezembe, de és megállapítottuk, hogy iszonyú nehéz, és hogy és hát a fiatal ember meg arról világosít fel minket, hogy milyen küzdelemben használták ezeket a fegyvereket a szabadságharcban. A hőseink tevében meg tudtam találni a dédapámat, aki 1918-ban elesett Olaszországban. Mikor érkeztem, a diákok, azok honvéd kadétok, 5 éves képzésben vesznek részt, amiben elsajátítják az alap katonai ismereteket, az alaki rendgyakorlatot, a harcászatot és ehhez hasonlókat.